Dezső Nibolyának, az EHI főszervezőnek volt az ötlete, hogy kössük ezt a rendezvényt egy jótékonysági célhoz, és megvolt a cél, onnantól kezdve meg már a kereteket kellett biztosítani. Hátrányos helyzetű gyerekeknek a lehetőségét szeretné egy kicsit bővíteni, akár sport, akár más területeken, hogy egy kicsit ki tudjanak emelkedni abból a környezetből, amiben ők vannak. És azt hallottuk, hogy a Ferencváros több hasonló célt is támogatott már, és nem beszélve, hogy többen közülünk is Ferencváros szurkolók vagyunk, és így adódott ez a lehetőség, hogy az ország legnépszerűbb labdarúgó csapatát hívjuk meg, és segítségét kérjük. 500 forintos belépőkkel szervezték a rendezvényt, ezt már hetekkel ezelőtt elkezdték árusítani. Nekem azt mondták, hogy szintén több száz néző volt. Én úgy gondolom, hogy a rendezvény költségeit leszámítva is 100 000-es nagyságrendű támogatás lesz. Szajol és Szolnok megye megmozdult, úgyhogy volt, tehát a Ferencváros behúzta a közönséget is, és a célt is segítette. Hát nagyon örülök, hogy ilyen hírverő mérkőzéseket játszhatunk, így azok is lehetőséghez jutnak, amik amúgy a bajnoki nem tudnak játszani, úgyhogy én is nagyon örülök, hogy legalább tudtam védeni egy fél időt. Nagyon jó érzés volt, hiszen gólt is szereztem, és egy fél időt játszottam, nagyon meleg volt, ez kicsit megfolt minket, de úgy gondolom, hogy egy jó mérkőzést tudtunk játszani, és hát sok gólt láthattak a nézők. Nagyon örülünk, nagyon sok fradista jött ki, itt a helyi fradisták, úgyhogy nagyon örülünk, hogy kis örömet tudtunk nekik szerezni. Nagyon jó volt, hogy ilyen sokan szurkoltak nekünk, tudták a nevünket, mondták, hogy mit csináljunk kintről, és egy pluszt adott ez. Ilyenkor jön ki az, hogy az ember hol focizik, mert gondolom, hogy egy másik magyar klubnál jött volna ide, akkor nem biztos ilyen felhajtás lett volna. Ez Ferencvárosban, aki játszik, az mindig ezt átél, és ez mindig nagy önbizalmat ad szerintem minden játékosnak, akit játszik a Ferencvárosban. Hát úgy gondolom, a Ferencváros az mindig jellemző volt, hogy játékosokra is szívesen jövünk ilyen felkéréseket természetesen. Valóban, ami mondta, nekem is van két gyönyörű gyerekem, úgyhogy mindenki sokkal jobban a szívén viseli, jobban átérzi. Apukaként az biztos, szülőként, hogy nagyon fontos azoknak a gyerekeknek, akik tényleg nem tehetik meg azt, hogy olyan alapvető dolgokat, amit mi megtehetünk és megvehetünk a gyerekeknek, hogy ők is hozzájussanak legalább néha-néha ilyen eseményekkor.